Az idei évben sok iskolát, óvodát, rendezvényt támogatott sportszerekkel a Sportért Felelős Államtitkárság. Kedden Nyíregyházán a Mondbebe 30 fiatal sportolója kapott könyveket, labdákat és más sportszereket. Az államtitkár elmondta, hogy az élsport mellett nagyon fontos az utánpótlás nevelés, és egy átszervezésnek köszönhetően januártól a korábbinál hatékonyabb munkát tudnak majd végezni ezen a területen. Az utánpótlás nevelés az egyik leghangsúlyosabb szerepet tölt be a magyar sportban, és éppen ezért, közben a gyerekek játszanak, éppen ezért egy teljes sportigazgatási feladaton vagyunk túl, és módosításon, hiszen felállítottunk 4 köztestületet, pont azért, hogy az élő sport minden részét ki tudjuk emelni, és hogy mennyire fontos akár az élsport mellett a nem olimpiai sportágak, a diák és szabadidős sport, a fogyatékkal élők sportja. Úgyhogy ezeket mind-mind felállítottuk, és január 1-től így tud elkezdődni egy nagyon komoly munka. Kovács Ferenc, a megyeszékhelyi polgármester arról beszélt, mindent megtesznek azért, hogy a fiatalok számára minél több sportolási lehetőséget biztosítsanak a városban. A múlt héten, karácsony előtt, ugye az óvodák megkaptak egyenként mind a 34 óvoda 76 ezer forintot. Az volt a kérésünk, hogy sporteszközre, mozgáshoz szükséges játékokra fordítsák. Így is történt, ez már tavaly is. És hát elkészült újabb 2 szabadidőkondi park, már 15 van. Az oviknál, az óvodákban a legtöbb ovi focipálya Nyíregyházán van, és azt gondolom, hogy infrastruktúrában is nagyot léptünk előre, nem csak a versenysport, hanem a szabadidősport, diáksport, tömegsport irányába is. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudjanak az emberek sportolni, különösen a gyerekek, hogy egészségesek legyenek. Az államtitkár még elmondta, hogy 2017-ben rendezik Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményét, a vizes világbajnokságot, amelynek előkészületei a terveknek megfelelően haladnak.